kell, négytengelyesekkel, háromtengelyesekkel a munkaterületen belül. Egyik szélre fogjuk a földet depózni, másik szélre fogjuk az leget. Ez benne van? Igen. Amit nekem biztosítanom kell, az ott egy kapuba jár. Ott az elején. Igen. Többet... Lehet, most, nem... hogyha ott az elején tudják biztosítani a kapu bejáratot, akkor nekem ott miért nem lehet? Mert akkor háromszor is meg kell szakítanom, és forgalom. Tehát itt forgalom lesz, itt építkezés lesz, itt veszélyes. Tehát itt veszélyes. És nem veszélyes? Ott, meg, ott majd lekerítjük, és oda teszünk rizorokat. De ennyiszer nem tudom megszakítani. Hát nem kell annyiszor, egy helyen kell, hogy át tudjanak menni keresztül. Kettő helyen van. A két rendezvényi pontunk. Tehát azt kéne megoldani, hogy keresztül át tudjanak menni. Tehát itt a két ugyanúgy, mint ahogy az volt. Nem, itt nem igaz. Nem, ott, ahol keresztbe fordítottuk a két kordon, csak azon a két minden. Ponton, sehol. És ha azon az egy helyen, egy helyen. Akkor sem tud, itt meddig lenne, akkor lekordonozva végteljesen, vagy a irányra, ahol a rendőrautó van? Oh, akkor az úgy tökéletes. Akkor az azon egy megfelel? Igen, akkor az megfelel. Akkor ha annál tovább most nem megyünk. Nem megyünk, az a másik ütem lesz. Tehát a teljes keresztirányú forgalom ott lesz, akkor biztosítva. Oda, ott lesz, azon az egy állandóan. Helyen. Rendben? Jó, rendben, megvárjuk. De ott is lesz bizonyos ideig, amíg marunk, ásunk, addig arrébb lesz hozva. Tökéletesen, de egy helyen. Jó, de mindig legyen átjárható. Egy helyen mindig átjárható. Ez az egy kérésünk. Hogy az átjárás megszűnik teljesen, akkor tudja, hogy körbe menni? Egészen ki kellene menni a Hermina úton. Azon a helyen, akkor nyitva marad. És akkor itt pedig az a vége, ahol a rendőr autó van jelenleg. De itt nem lehet átjárni. Itt nem lehet, ott van egy út, ahol a biciklisek, meg ezekkel elektromos ütükkel közlekedik. Rendítsek, megbeszéltük. Igen, tudtunk állapodni, hogy azon az helyen itt van. Ne nyúljanak a kerítéshez, és semmiképpen se jöjjenek be az építkezés területére. Ezt fel lesz marva. Ilyen ruhában meg pláne. De itt abból volt a gond, hogy nem egyezte ezzel. Tehát a terület a megállapodás része, hogy az egy ponton megtartották meg az átjárástól a piros autóban, ahol keresztbe fordítottuk a kordonrendszert. Ott végig megmarad az átjárás. Igen. Amikor elkezdenek mondani, kicsit arrébb hozzák az átjárást, erre vagy arra. Jó. Az a lényeg, hogy mindig egy átjáráson legyen. És azt mondjuk, hogy a másik a vége pedig itt a rendőrautónál, és akkor onnantól így van, de ez nem csak nekünk szánt, hanem a rengeteg turistának, meg a rengeteg olyan embernek, aki érzelét az. Ha megszüntetik ezt az átjárást, akkor csak a Kósáról is hát. Jó, rendben, természetesen. De a turisták ne bújkáljanak ott biciklivel. Nem, egy hely nyitva lesz. Az az egy hely lesz. Köszönjük szépen, viszontlátásra. Megfelel. Igen, köszönjük. Nem megyünk, sőt még nem menjen be sem. Köszönjük szépen. Gábor, állj a kosiddal, akkor légy szíves. Igen. Erre gyere ki. Tehát azt láttátok, hogy egyszer az életben sikerült megállapodnunk egy terület vitáról. Meglátjuk, hogy mindig fog tartani. Hát abban állapodtunk, hogy idehol a rendőrvá, idáig kordonozzák le, egészen a jégpályától kétel a jégpályának a hátsó bejáratánál, ahol van egy vastag aszfaltozott rész, ami a patás sétánynak a vége és megy be a George Washington sétányra. Azt az egy részt úgy állottunk, hogy nyitva hagyják nekünk. Ennyi volt a kérésünk, hogy folyamatosan lehessen, átjárható lehessen, mert rengeteg ember elől nem lehet egész ligetet elkordonozni, mert akár erre mész a ligetbe, kilométerek kell sétálnod ahhoz, hogy álljuss A pontból B pontba. Tehát ott szeretnél egy átjárást, ezt megkaptuk. És úgy állapodtunk meg, hogyha elérnek odáig a munkával, akkor kicsit arrébb tolják az átjárás lehetőség, aztán vissza. Megígértük, hogy nem megyünk majd be az építési területre, ugyanúgy védjük az embereket is, mert nekünk is érdekünk, hogy ne sérüljön meg senki. És akkor ott ha átjönnek, akkor hogy mennek tovább? Itt tudnak átjárni keresztbe. Itt az autódon, hogy keresztbe raktuk az utat. Ja, hogy ott a másik felén is megvan itt meg, én nyitottam meg. Hát akkor mondja Anik, hogy akkor ott keresztbe át tudnak menni. Itt a részen, így állapodtam meg az úrral, hogy itt egy átjárás lesz keresztbe. Tehát ott az utca vonalában ez az aszfaltos rész. Így van, ez a rész lesz az átjárható, és amikor elérnek ide a munkával, akkor arrébb tolják, utána visszatolják. És ezt mikorra tervezik befejezni? Hanyadikára? Mert május 1-én itt még tehergépkocsival is fognak jönni. Ugye itt addigra biztos fel a majálisozók hozzák a büfér cuccot, minden szart. Tehát ezen biztos, hogy másik utcon fognak közlekedni, mert itt a föl lesz.
másik két méteres mély árok lesz. Na de csak a nagy mononom rajzom volt. Ami két méter. Jó, hát azt le tudják fedni, azt az egy kis részt. Tehát ez a rész, amit itt láttok keresztbe, a nacsoló szobortól. Igen, de erre majd ezt a szalagot ki fogunk húzni. A másik orral megállapodtunk, hogy itt nem lesz kihúzva, átjárható lesz. Nem, kihúzva szalag keresztbe. Lehet átjárni. A szalagot gyanúgy fölemlik, és ha egy olyat látják, akkor fölemlik. Így lesz lezárva, úgy apottunk meg az urral az előbb. Kordonat lesz zárva. Nem tudjuk lenni, hogy ki kell hordani az anyagot, vissza kell tolatni folyamatosan. Azt mondta a másik úr, hogy idáig dolgoznak, és utána innentől folytatják. Amikor dolgoznak. Ugyanúgy, mint a Dvorak-Steinnál. Ebben állapodtunk meg a másik úrral. Arrébb lesz tovább, akkor ott lesz rész. 12 Jövök kész szívesen, nyitogatónak a tanyér. Tényleg? Jó tudni. 22.900 forintot kap, de azt is elvették tőle fél évig, azért is kereskednie kellett. Talán munkahelyre kéne menni, nem itt. Tehát ezt a területet nyitva hagyják nekünk. Tehát hallhattátok, az olofpalma sétány fel lesz bont 2 méter szélesen, körülbelül 2 méter mélyen, és ezért elvárható az szerintünk, hogy egy ponton átjárható lehessen az olofpalma sétány, a jégpálya és a Dvorák sétány közötti területen. Ezt megállapodtunk a másik úrra, ez a piros pulcs úr, aki nem mutatkozott be, vagy nem emlékszem rá. Ő hiába magyaráz, ez így van, mert ezzel a fehér sisakos úrra megállapodtunk. Engem gerelje? Igen. Jó, rendben. A lényeg, hogy az a szakaszot legyen keresztben átjárható. Ennyi volt az egy kérdés. Akkor én meg az a kérdésem, hogy jó, rendben. Jó, rendben, köszönjük szépen. Segíts ezeket visszaállítani. Ja, másik pedig, hogy a kordon reszett az előbb egy kamion borít.